Folytatódott az Aranyatérő beszélgetések programsorozat az Aranybulla könyvtárban. Bokros Judit újságíró vendégeként a zenei világnaphoz és az országos könyvtári napokhoz kapcsolódva, ezúttal városunk kultúrájának egyik ikonikus családja, az Emlényiek, Katica Eszter és a családfő János avattak be bennünket mindennapjaik és ünnepeik történetébe. A zene világnapja volt az apropó tulajdonképpen. Ismerjük egymást egy ideje, többször voltam náluk programon, amit ők szerveztek, illetve interjút készítettem velük régebben, és eszembe jutott, hogy a zenevilágnapi apropóján meg lehetne hívni őket, hiszen az egész család szinte énekel. A Vox Mirabilis kamarakórusban, illetve Zemlény Eszter énekművész pedig az Operaházban, és ezért gondoltam, hogy akkor a családot meghívhatnám, illetve hát a könyvtárral együtt gondolkodtunk ebben. Zemlényi Katica a sikert sikerre halmozó Vox Mirabilis kamarakórus karnagyaként és a Zsolt utcai közösségi ház beszélgetős műsorainak házigazdájaként, illetve családanyaként is ikonikus alakja Székesfehérvárnak, amit megerősített a bensőséges hangulatú diskurzus is. Régóta figyelem már ezeket az aranyatérő beszélgetéseket és a könyvtárnak ezt a fantasztikus tevékenységét, és amikor a felkérést kaptuk, hogy mi legyünk az egyik ilyen beszélgetésnek a vendégei, én nagyon megtisztelve éreztem magam, mert valahogy úgy érzem, hogy talán ismernek minket, de hogyha még inkább szeretnének minket megismerni, mint családot, a hitünket, a zenénket, az összetartásunkat, akkor ez egy nagyon jó alkalom erre. Zemlényi János a Krisztus király plébánián a századforduló óta világi lelkipásztori munkatársként szolgál mindennapjaiban, és számtalan programban segítette a hittel élőket elmélyülni a múlt valóságos csodáiban is. Nyitott szívvel fogadtunk. Úgy lakunk ott, úgy vagyunk ott a templom mellett, ott van a lakásunk, és ott is egy elég nyitott család vagyunk, hogy a oda érkezők számára egy otthon teremtsünk, így jöttünk ide is. A találkozón ott volt a jelen magyar énekművészet csillag, az Emlényi Eszter, a Magyar Állami Operaház társulatának tagja is, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oratórium és dalénekművész szakán diplomázott, és meg annyi rangos énekversenyen aratott sikerrel erősítette meg tehetségét és elhivatottságát. Nagyon nagy örömmel jöttem, különösen azért, mert tehát a szüleimmel együtt beszélgetni, tehát hogy nekünk ez egy mindennapos dolog, de beszélgetni úgy, hogy másokkal is megosztjuk a gondolatainkat, a hátterét annak, hogy mi van bennünk, azért az egy nagyon különleges pillanat. Az izgalmas és tartalmas diskurzusban ismét bebizonyosodott, hogy bulvár nélkül is közelebb kerülhetünk olyan emberek életéhez, akik ebben a felgyorsult világban is példák és példaképek lehetnek. A zsúfolásig megtett könyvtár vendégei pedig olyan életpályamodelleket ismerhettek meg, amely mindenkinek hitet adhat.